Szeretettel köszöntök mindenkit, én Ferenci Róbert vagyok, és ez az új Substance Painterről szóló magyar nyelvű tutoriás sorozatom itt a Youtube-on. A program feltelepítése után az alábbi képernyővel fogad. A bal oldalon látsz egy eszköztárat, alul egy polcot, amin mindenféle további dolgokat találsz, egy textúra, set listát, rétegeket, az előző textúra szethez beállítási lehetőségeket és egy tulajdonság ablakot. A Substance Painter akkor kezd el bármit is csinálni, hogyha betöltesz vele valamit, amit a New gombbal lehet, ami egyben egy új projekt kezdete és valamiféle geometria betöltését kezdeményezi. New. A feljövő panelen kiválaszthatod az alap textúra festési workflow-dat, amit én az elterjedt PBR Metallic Roughness-re teszek ez egy standard, ezt ajánlom, neked is később kiderülnek majd a miértjei, mi micsoda. A fájlal tudod betölteni a fájlt, amit be fogunk most tölteni, de előtte átmennék egy pillanatra a Blenderbe. Én egy Blenderes rác vagyok, de mindegy milyen programban vagy, ami számít az, hogy mi fog történni a Substance-ben. Figyeld meg kérlek, hogy a gömbön van egy anyag, aminek gömb anyaga neve, a kockán pedig van három anyag, faces signal, tehát fészekhez jelölve, kettő színes, a piros és a zöld, valamint a többi oldalán egyszerűen egy fehér anyag van, és ezen a kockán látszik, hogy itt van ez a három, a fehér, a zöld és a piros, valamint van egy sík, ami szintén egy anyag. Tehát megfigyeltő, hogy van két külön tárgya, mint egy-egy anyag van, és van egy tárgya, mint három anyag van összesen. Valamint van két kamera is. Az egyiknek az a neve, hogy főkamera, ez egy shot kamera, a jelenet fő kamerája, és van egy textúrázó kamera is. Nos, ezeket exportálom ki, méghozzá FBX-be. És Substance-ben a Select gombbal kiválasztom ezt a demo fájlt, ami az előbb látott dolgokat fogja tartalmazni. Azért FBX, mert kamerákat tartalmaz, és a kamerák így tudnak átjönni azért jó kamerákat áthozni, ha bepipálod ezt az Import Cameras gombot, mert egyrészt lehet egy fő kamerád, egy jelenet kamera, aminek dolgozó, és amiből látod, hogy a végső képet hogy alakul az adott távolságból, a textúráit hogy néznek ki, stb. Illetve tudsz olyat csinálni, hogy bizonyos távolságra leraksz kamerákat, és hogyha mondjuk közelmész és festegetsz valami kis részletet, nem kell kimenni, kizumolni, megnézni távolról, megint visszazumolni, megint közelmenni, megint vacakos, állandóan mászkálni a térben. Ez nagyon fárasztó és időigényes, ehhez lehetnek kameráid, amik közt ugrálsz kényelmesen, és mikor elhagyod a kamerát, akkor ugyanúgy tudsz menni a 3D térben, csak mint egy teleport a kamerával oda tudtál ugrani, ahova akarsz. Tehát hasznosak a kamerák, ehhez pedig FBX-ben kell exportálni, itt pedig importálni. Tudsz UD meg kell dolgozni, ez egy ö, nagyobb felbontású textúrázást tesz lehetővé, nem feltétlenül kell, hiszen a texture setekkel mindjárt látni fogod, szintén nagy felbontásban tudsz textúrázni és a jövőben fogok erről beszélni, és egyébként a idén lesz olyan verziója a Substance Painternek, amiben ezek már teljesen támogatva is vannak. Most egyelőre csak annyit még, hogy van egy dokument felbontás, a dokumentumnak a felbontása, ami azt jelenti, hogy az, amit a viewportban látsz, az milyen felbontásban legyen. Ez nem egy végleges felbontás, exportálásnál még lehet sokkal magasabb 4K, akár 8K, az a maximum, amit exportálsz a MEP-jei de hogy ne lassuljon a gépfőnek a sokalkatrész van, akkor tudsz 2K-ban dolgozni. És kíméled a gépet. Valamint a normál map-nek a formátumát, ugye az apró részletekhez, vagy a high-res, low-res geometriák közti eltérések szimulálásához, hogy, hogy ugyanazt az objectet hol holott az egyikben már sokkal kevesebb geometria van. Ez vannak, ugye a normál mapek, amiknek két szabványa van, a DirecTX és az OpenGL, ez programonként változik, hogy melyiket használja kiexportálni a végén igazából bármelyiket tudod, de menet közben is számít, hiszen amit éppen betöltesz, ha máshonnan hozod a normál vagy éppen generálsz, BKS normál mapeket, akkor figyelembe fogja venni a program, hogy itt mit választottál. Alap esetben egyébként, amint látod, egyes programok másfajta normál mepeket használnak a Blendernél, mondjuk az OpenGL, a Menü, még a 3D Studio Max-nél a DirectX. Szóval kiválasztjuk az normál uh, normal map formátumunkat, beállítjuk a kezdeti felbontásunkat, betöltjük a low poly geónkat, és egyszerűen nyomunk egy okét. OK Megjelenik a viewportban, amit létrehoztunk Blenderben, és figyeljétek meg egyből ebben a Texture Set Listben, ezt ki is emelném itt, létrejönnek azok az anyagoknak megfelelő bejegyzések, amiket a blenderben anyagokként láttunk a tárgyakon. Nos, ez az a pont, ami, amit meg kell próbálni elkapni, és nem összezavarodni, hogy mik is ezek a texture setek, mert ha ez megvan, utána az egész program borzasztóan egyszerű. Ugyanis, hogyha fogom és ezt a két panelt egymás mellé teszem, amik itt okozhatnak kavarodást, majd ezt a Layers panelt kirakom ide, pontosabban, nem is a Layers, nem Properties-t kiteszem ide, figyeljétek, így dokkolni tud, és a Layers-t dokkoltatom a másik oldalon, így, né, hm, ez az, maradhat lent a shelf, akkor ez a legoptimálisabb elrendezése a programnak, egy másik monitoron pedig ez a két dolog. Ha ezen a két dolgon most átrágjuk magunkat, meglátjátok, hogy ez egy elég egyszerű program egyébként. Szóval, mi ez az egész? Először is. Ezek a texture setek, tehát a 3D programodban anyagként megadott dolgoknak, dolgok által létrejött csoportosítások. Ezek itt bekikapcsolhatók, tehát egy picit ezt félreteszem, és megmutatom, hogy a gömbön kívül ha elkezdem ezeket kikapcsolni, látod az egyik oldala, ami, ami fehér volt, az, azok az oldalai kikapcsoltak, az az oldal, ami zöld volt, kikapcsolt a kockának a harmadik anyagával a kocka el is tűnt, a sík is már csak a gömb van. Tehát ezek itt a láthatóságát állíthatod az anyagonként, az eredeti anyagonként a dolognak. De mi ez pontosan ez a texture set? Nos, ezt mondhatnám, hogy fogható úgy is fel, hogy anyag, de ez így nem lenne igaz, mert nagyon hamar el fogsz jutni arra a pontra, hogy itt nem csak egy anyag lesz egy texture setben. Tehát ha például ez a gömb anyag néven futó valami, és lejövök ide a, a shelfre, aminek van egy ilyen anyagok füle, és kiválasztok egy anyagot, mondjuk ezt a plastikot, rádobom a gömbre, akkor a gömb az lett valamilyen anyagból. De tegyük fel ez a gömb, ez, ez egy akár egy egy biliárd golyú, vagy bármi, és azt mondom, hogy ez a másik része, ez meg más anyagból legyen, meg tudom azt itt csinálni belül, hogy egy másik anyagból lesz ez a része, ez a kidudorodó része. Akkor már sem mondhatom el azt, hogy ezen a textúra szettem belül csak egyféle anyag lenne, hiszen annyi anyag van, amennyit csak akarok. Tehát egy ilyen textúra szett nem más, mint egy ilyen layer stack, tehát egy ilyen rétegverem, egy réteggyűjtemény, és ezekkel a rétegekkel önmagukban bármilyen anyagot létre lehet hozni. Tehát ezek rétegcsomagok. És, a ré, és ezekben a rétegcsomagokban a rétegekkel bármilyen részét, bármilyen anyagúvá tudott tenni az adott texture setnek, tehát most például a, a gömbnek. Tehát ha a gömbön belül az, ezekkel az anyagokkal ennek a felszínén mindenféle anyagokat létrehozok, az tök oké, okay, de ha átmegyek ebbe, azok az anyagok, amit a gömbben a rétegek által létrehoztam, itt nem lesznek jelen a kockában. Itt semmi nincs, itt vagy át kell másolni, vagy újra létre kell hozni. Tehát ez itt a helyzet az anyagokkal, ez később le fog tisztulni tök jól szerintem, most is sikerült jobban elmondanom, mint valaha. És ami még érdekes, hogy mind ez a viewportban pedig fizikailag egy shader programon keresztül jelenik meg, amit itt jelzi is, hogy mindegyik textúra szethez most egyelőre ugyanaz az egy shader program hozzá van rendelve, ennek main shader a neve, és ugye mivel PBR-ban dolgozunk, ezért a legtöbb anyagot létre fogjuk tudni hozni ugyanezen az egy shaderen keresztül. Igazából egy vagy két séder használva, séder csomópontot vagy séder algoritmust, ha abba bekötögetsz mindenféle roughness mepeket, meg height mepeket, base colorokat, stb. ezerféle anyagot tudsz csinálni. De mégis ugyanaz az egy shader program fogja megjeleníteni annak ellenére, hogy ez mindenféle sokféle anyagnak néz ki. Itt is ez a helyzet, viszont tudsz létrehozni másik shadert is, ha esetleg valami nagyon elvont, speciális dolgot nap tegyük fel, mondjuk üveget akarnál csinálni, akkor már az egyik texture setnek lehet, hogy nem egy main shader lenne az egy, itt a sédere, hanem ahhoz létrehoznánk egy új shadert, mert az már egy nagyon eltérő anyag. Nem akarok ezzel most senkit megkavarni, egyelőre nincs is jelentősége, aminek viszont jelentősége van, hogyha tovább haladunk, tehát hogy... Ezekben a texture setekben, amik ugye itt a anyagok alapján létrejött rétegcsoportok, mondjuk így, ezekben különböző csatornák lehetnek. És egy rétegnek is lehet több csatornája, de az is lehet, hogy egy rétegnek egy csatornája van. Ezt mind te határozod meg, de az, hogy egyáltalán mik lehetnek itt, a rétegek között, hogy egyes rétegek milyen csatornákkal dolgozhatnak egyáltalán, azt ez a blokk határozza meg, a texture set settings belül, ami ugye texture setenként változhat. Magyarul, ha én azt mondom, hogy a gömb nem tartalmazhat normál mepet és bump mepet, mert ő egy olyan anyag, neki ilyen tulajdonsága nincsen, akkor simán kitörölök. És kész. És innentől kezdve neki nincs olyan. Ettől függetlenül még a többi telkcsőszedben megvannak ezek a tulajdonságok, sőt, a pirosba akár még hozzá is adhatok egy emissiont, ami fénykibocsájtó. Emisszív. Neki lehet olyan része, festhetek olyan részt, ami fénykibocsájtó. Hogyan is néz ez ki? Úgy, hogy mondjuk rámegyek a gömb anyagra, ami a, a gömbre festést teszi lehetővé, tehát ez esetben nyilván nem fog tudni máshol festeni, csak a gömbön és neki ezek a csatornái vannak. Van egy üres réteg nála, és ha ezt az alap ecsetet kiválasztom, és legörgetek, látom, hogy az alap ecsetemnek három tulajdonsága van, amivel festeni tudok, itt tudom beki kapcsolni őket. Ezek a csatornák innen erednek, hogy ennek a texture setnek csak ilyen csatornái vannak, tehát ezek használhatók, és most mind a hármat használjuk is. Konkrétan a szín fehér lesz, a roughness, ez az érték 0,3, míg a metalikja, a fémessége az 0. Ha ezzel most festek, akkor ezt a három értéket festettem, amiket itt a materiál legördülben meg is tudok nézni, meg tudom nézni a base kalort, ami fehér lett, meg tudom nézni a roughness-t, ami szürke, és meg tudom nézni a metalikat, ami fekete. Stimmelnek ezek az értékek. Egyszerre festett mindent, ami be van állítva. Ezek közt váltogatni a C betűvel lehet. A C sorba váltogat az alapvető csatornák között, az m pedig visszaállhatsz a material anyagi nézetre, amiben az összes csatorna együtt dolgozik. Tehát, amint látod, rá tudtam festeni a gömbre mind a három csatornával. Ha kikapcsolom mondjuk ezt a kettőt, és már csak a szín marad, amin belül átváltoztatok pirosra, és festek egyet pirossal, akkor megint, ha elkezdem nézegetni a dolgokat, a base color, megvan a fehér, meg a piros, a nem festettem semmi újat, hisz most kapcsoltam ki, és a metalikba se festettem semmit, mert azt is kikapcsoltam. Visszajövök, anyagi nézetre M, és azt mondom, hogy visszakapcsolom, hogy az ecsetem most mégiscsak fessen újra roughness is, de sokkal mattabb roughness és most pedig teljesen legyen fém az, amit festek, és zöld színnel. Ez esetben zöld fémeset fest a dolog. Shift jobb gombbal tudod mozgatni a háttérben lévő HDR mepet, ami a fényforrás. Arról külön lesz szó. Az most, ami érdekes, tehát, hogyha megfigyelted erre a rétegre, ebben a textúra setben, ami a gömb anyag, ezzel a három fajta csatornával tudtam festeni. De hát megyek mondjuk a síkra, ahol ott vannak még az eredeti normál mepek is, meg minden, amit nem töröltem ki, Ennél már az ecsetem, mert még mindig az ecseten állok, és annak is van egy réteg ennek a síknak. Ebben már ezek a csatornák vannak, tehát itt már tudok más dolgokkal is festeni, mondjuk kikapcsolom a normál mepet, a metal, a roughness és a csak a height mepet. És azt oda csumázom egyre, ami a legmagasabb kiemelkedés, és elkezdek festeni, egy kiemelkedést festek a síkba. Természetesen, ha meg végigörgetem C-vel, akkor a metalikban nem festett semmit, a normálba se, a base color -ba se, a height viszont ott van ez a fehérség. Feketével pedig az ellenkező irányba. De miközben ezt teszem, akár lehet mégis szín is, ami tegyük fel egy sötétebb szín, nem csak besüllyed, hanem még be is festi szürkére. Mert engedélyeztem a szint, és megadtam itt a szint. Szóval ilyen módon festegetünk ezekre a sima léjerekre, amit egyébként itt az ad léjjelre lehet hozzáadni, és én paint layernek fogom nevezni a jövőben, ezek sima léjerek, mert van egy másik fajta még a fill layer, erre is ki fogok térni, tehát a paint layer az a sima layer. Festhető, alapesetben átlátszó mindenhol, és ott kezd el nem átlátszó lenni, ahova festettél valamit. Tehát minden textúra set az előző 3D programodban lévő anyag alapján születik itt meg. Minden textúra setnek saját rétegei vannak, és ezek a rétegek mindegyike tartalmazhat az alábbi, a gyakorlatilag az adott textúra szethez tartozó csatornákból bármelyiket. Tehát a layer 1 lehet minden. Base color, height, roughness, metallic, normal. Konkrétan az, hogy melyik legyen itt, amivel éppen foglalkozol, azt itt tudod kiválasztani. Tehát a layer egynek, ha kifejezetten a base kalorijével akarsz foglalkozni, erre teszed, ha a hájtjával erre, de erre is később fogok majd jobban kitérni. Most egyelőre annyit, tehát, hogy egy réteg, egy textúra azokat a fajta csatornákat tudja tartalmazni egy időben, amiket a texture set settingsben itt engedélyezünk neki. Hozzáadogathatunk, kitörölgethetünk, és kész. Ez tehát az alapvető logikája, működése a Substance Painternek. Én azt ajánlom, hogy mielőtt tovább mennénk, ezzel érdemes egy picikét, egy pár percet foglalkoznotok. Egyszerűen lépegessetek a különböző textúra szettjeitek között, adogassatok hozzá ezzel a gombbal új rétegeket, egyes rétegekre, Fessetek ilyen-olyan színnel, vagy csak magassággal, roughness akár mindhárommal. Shift-jobb klikkel mozgassátok a fényforrást. Itt pedig nézegessétek meg külön a csatornákat a C-vel. Görgessétek körbe őket az M-mel vissza a materiál nézetbe. És a következő videóban innen folytatjuk. Ha tetszett ez a videó, kérlek like old. Ha szeretnél még több ilyet látni, kérlek iratkozz fel a csatornára. Én Ferenci Róbert vagyok, és találkozunk a következő videóban.